Köszöntöm ismét a hallgatókat, Walter Tamás van ismét mellettem. A verseny közben csak így futólag tudtunk beszélni, de most már megvan a végeredmény. Igen. Beszéljünk egy picit a fiatalokról, illetve az U14-es kategóriáról végig mögöttük voltál. Pedzegették azt, hogy U15-re akarják felemelni a kategóriát, ennek mi az oka? Nagyon itt van az ideje. Tehát annyira technikai sportá vált a horgászat a 15-20 évvel ezelőtti fiatal versenyzőköz képest, hogy most már olyan szituációkat kell megoldaniuk, amit korábban sosem 8-10 méter mély vízbe kellett horgászniuk. Nagyon sok kisgyerek úgy görbült a botra 3 órán keresztül, hogy fizikailag alig bírt el. Fontos lenne, hogy ilyen U15-ig legalább tudjanak ebben a kategóriában edződni, mielőtt följebb lépnek. De én úgy tudom, hogy az összes kategóriát meg fogják tolni egy kicsit. A felnőtteknek egészen U25-ig, tehát 25 éves korig tervezik kinyújtani, mondván, hogy a nagy csapatokban, sem VB, sem európai mezőnyben soha nem találunk 25 éves körüli versenyzőt. Mindig ezek a 30-35-től, ugye a halálig, igen, vannak a nagy csapatok versenyzője, belegondolunk, tényleg így van. És az, hogy kicsit jobban bent tartják a horgászatban a fiatalokat, ezért próbálnak a kategória határokon növelni. Ez nekünk nagyon fontos, mert világbajnokok lettünk egy olyan csapattal, ahol az 5 srácból 3 kiöregedik azonnal. Ha kapnánk még egy évet, akkor az egy nagy fort jelentene. Értem. Nem kéne az egész csapatot lecserélni. Szponzora voltál ennek a csapatnak, ugye ez nem titok. Mi volt ezzel a célod? A szponzoráció az úgy zajlik most nálunk Magyarországon, egy új rendszer van. Van egy Team Hungary, ami itt olvasható a pólomon. Ez a Team Hungary tömörülés, ez a Mohos Berkein belül alakul oly módon, hogy akik támogatni szeretnék valamely nemzeti válogatottunkat, azok célzottan vagy célzatlanul tudnak elsősorban horgász cégekre számít nyilván a szövetség, de mások is hozzájárulhatnak a későbbi sikerekhez, bárkit szívesen látunk nyilván, hiszen minden fillére szükség van. De tudjuk célzottan is támogatni ezeket a csapatokat, és mivel évek óta nem volt U14-es válogatott világversenyen magyar színekben, legalább 6-8 éve, én tudom, hogy nem volt, korábban nem emlékszem pontosan, ezért én azt gondoltam, hogy minden erővel próbáljuk ezeket a srácokat idehozni, mert látszik rajtuk otthon, hogy jók, látszik a nemzetközi mezőnyen, hogy nem jobb nálunk, hát ilyen Jolit kihagyni, mint hogy egy életre beleégessük a győzelem ízét a gyerekekbe, ezt nem lehet, úgyhogy mi teljes erővel, mint Walter Land, most azt gondolom, itt ki is lehet mondani, tehát Walter Landként teljes erővel az U14-et támogattuk, főszponzorként, és így a Mohos alapjaira ráépítve azt gondolom, hogy hozzá tudtunk járulni, mint pénzzel, mind a kinti szakmai munkával, ahhoz, hogy ez összejöjjön, és erre baromi büszkék vagyunk. Igen. Térjünk rá egy kicsit a hátterezésre itt a fiataloknál, különösen fontos szerintem, mert ugye U14 kategóriáról van szó, ők még akármennyire is ügyes horgászok, de nem önállóak. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen mögöttük egy jó háttérember közül bekapcsolatban. Háttérzene is van már, de ez baj, ezt szeretjük, mert ugye lesz magyar himnusz is. Gyorsan mondom, még rosszabb a helyzet, mint a felnőtteknél, ezt így hidd el nekem. Abból a szempontból rosszabb, hogy itt még inkább a háttér szerepe felértékelődik, még inkább a jó háttérrel rendelkező csapatok tudnak labdába rúgni. Azért, mert minden kisrác mellett, ha nem azt mondom, hogy állandó felügyelet kell, de mondjuk 80%-át az időnek ott kell tölteni ahhoz, hogy a kis apró mozdulatokat csiszolni tudjuk, még szombat-vasárnap is. Még a második órában meg lehet tanítani olyan dolgot, amivel a harmadik órában két keszeggel többet fog, teljesen normális, hát több ideje horgászunk, mint ahogy ők megszoktak. Úgyhogy erre egyszerűen szükség van, és lehet látni, hogy azok az országok, akik egyébként a felnőtt csapataikkal mostanában nem nyernek nagy dolgokat, lásd mondjuk a franciák, ezek az országok nagyon komoly ellenfelük tudtak az U14-be, mert egy 4 fős aktívan horgászó francia csapat egy 5 fős keret mögött, mondjuk 10-12 francia dolgozik, mint az őrült. És nálunk is nagyon fontos volt, hogy a 5 srác, 5 szülői háttere mellé 3-an föl tudjunk állni, ugye a két kapitán, Attila Milkovics Peti, és azt gondolom, hogy én sem voltam ilyen módon haszontalan, hiszen el kellett osztanunk a 4 gyereket 3 helyre. Gratulálok és köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Сейчас мы бывали экипи, послушаем гимн нашей державы. We will listen to the national anthem of the winning team.